Darus tűzoltókocsival tudták csak megfékezni a lángokat a tűzoltók. Órákon keresztül több tűzoltóautóval kellett dolgozniuk, a lángok hajnalban csaptak fel. A Facebookra töltötte fel ezt a nyilvános videót egy helyi férfi. Jól látszik, hogy a város főterétől több száz méterre készültek a képek, a sötétségben mégis tisztán kivehető a kivilágított templom mellett hatalmas füstelés lánggal égő börtöntető. A lángok megfékezéséhez 7 város hivatásos tűzoltóit riasztották, 3 magasból mentő is a helyszínre érkezett. A tűzesetben senki nem sérült meg, és hogy mi volt a tűznek a pontos oka, azt kollégáim tűzvizsgálati eljárás keretében fogják vizsgálni. Egymás után kísérték ki Bilincsben a rabokat már kora délelőtt, miután sikerült eloltani a tüzet. A fogatartottak legtöbbje csak egy szatyrot vitt magával. Őket egyelőre máshova szállítják, mert a tetőszerkezet teljesen kiégett. A büntetés végrehajtás országos szóvivője azt mondja, a hasonló esetekre minden hazai börtönben alaposan begyakorolt vésztervel készülnek. Minden börtönnek van kidolgozva, tehát nem csak a szexhárdi börtönnek, természetesen minden büntetésvégrehajtási intézetnek van kidolgozott protokollja, ami alapján a szükséges intézkedéseket meg kell tenni. Azt tudom elmondani, hogy haladéktalanul, tehát nagyon rövid időn belül észlelték a kollégáim, a tüzet is megkezdték a bent lévő fogvatartottaknak a úgynevezett evakuálását. Hogy a fogvatartottakat hova szállították, egyelőre nem lehet tudni, mint ahogy az sem, hogy mikor kezdik meg a leégett börtöntető helyreállítását.